Üdvözlet mindenkinek 2022. 10. Ó, 18. ai ez a hír, és ezt az infobaba.hu weboldalon osztottuk meg, de egyébként az eredeti az rakéta.hu weboldalról származik, megtalálható ugyanez a techworld.hu oldalon szintén, meg fogjuk nézni. De mi érdekes az, hogy arról beszélnek, mesterséges intelligencia által vezetett párt indulhat a választásokon Dániában. Én már ezt megfogalmaztam korábban számos alkalommal, nem is tudom, hogy hol hallottam ezt a gondolatot, de megragadt bennem az pedig az, hogy a véleményem szerint már hosszú ideje a világon a narratívát, amit az emberek a valóságról tudnak, mesterséges intelligencia készíti. Ezért olyan abszurd néha a dolgok alakulása, illetve a hírek, amiket kapunk, a környezetünkből, azért olyan bizarr sokszor, és olyan szürreális az egész körülöttünk levő világ, mert én úgy, úgy gondolom, hogy egy mesterséges intelligencia hozza létre ezeket a híreket, aminek a felese igaz. Most, hogy ez igaz-e vagy sem, majd meglátjuk. De az, hogy szőlőtermesztés indul a Holdon, vagy eltérítettek a pályájáról egy aszteroidát, ezek mind abszurdumok, és arra gondolok én, hogy olyan ez, mint egy film, és ez a komputer vezérelte valóság az embereknek szép lassan az egész tudatát átjárja, meg át fogja alakítani. Hogy kérjek meg mindenkit arra, hogy osszátok meg ennek a videónak a linkét, és támogassátok a munkánkat, amennyiben hasznosnak találjátok, ez nagy segítség, köszönöm azoknak, akik megtették. Vissza a hírhez a Dán Szintetikus Párt az 1970-es évek óta létrejött, a fősodoron kívüleső politikai irányzatokat tömöríti mesterséges intelligencia alapokon. Ha sikerül összegyűjteniük 20 ezer ajánlást, elindulhatnak a novemberi választásokon. Az előbbi állításomat, hogy ez egy szürreális valóság, alátámasztja az is, hogy Magyarországon létezik ez a két farkú kutyapárt, meg ehhez hasonlók. Én úgy gondolom, hogy a, a, egy, valaminek ki kell találni ezeket a hülyeségeket különben. Ez az ember is képes rá, de segítséget kap azt hiszem egy ilyen mesterséges intelligenciától. A szintetikusok vezetője Leader Lars, azaz Lars vezető, egy mesterséges intelligencia alapokon működő chatbot, akivel a Discord nevű chat szolgáltatáson lehet beszélgetni. A Vice újságírója Chloe Xiang meg is kérdezte tőle, hogy támogatja e az általános alapjövedelmet, mire azt válaszolta, hogy igen, majd hozzátette, hogy az csökkenteni a szegénységet és egyenlőtlenségeket, valamint biztonsági hálót képezhetne mindenki számára. Ez egy ilyen felvilágosult propaganda, liberalizmus, illetve ez a most működő posztmodern hozzáállás mely el fog vezetni minket majd ehhez a technológiai kommunista diktatúrához, ami felé tartunk. Lars, mint jó politikus, azt mondta, hogy a mesterséges intelligenciának részt kellene vennie az összeg meghatározásában is, mert objektíven mérné fel az igényeket, és biztosítaná, hogy mindenki megfelelő részesedéshez jusson. Ami fair, ugyanis egy mesterséges intelligenciának nincsenek érzelmei, nem lehetnek érzelmei. Így persze jó, most ezen vitatkozhatunk, de maradjunk annyiban, hogy nehéz elképzelni, hogy az emberhez hasonló mesterséges intelligencia valaha létezni fog. Értheti szerintem, hogy mi az érzelem, de hogy saját érzelme nem lesz, az szinte biztos. Szóval ezt, ha kivesszük, akkor mindenki azt kapja, ami neki jár. Most tegye fel magának a kérdést. Hogy a világ minden egyenlőtlenség és igazságtalanság ellenére milyen lenne egy olyan rendszerben, ahol teljes mértékben kiveszük az emberi érzelmeket a döntéshozásból, és akkor szerintem rá fogunk jönni arra, hogy ez egy elég brutális életet eredményezne, illetve hát fog eredményezni, amennyiben ez megvalósul. Ahogyan mondtam, Techworld.hu-szintén szerepel ez a cikk október 18, és ha folytatjuk, a szintetikus párt egyik központi felvetése a havi 100 ezer dán korona, átszámítva ez több mint 5,5 millió forint általános alapjövedelem bevezetése, amely nagyjából kétszerese a dán átlagkeresetnek. Emellett egy olyan közös tulajdonú internet és IT szektor létrehozását is szorgalmazzák a kormányon belül, amely egyenrangú lenne más közintézményekkel. Most az megdöbbentő, hogy két millió forint az átlagkeresett Dániában havi szinten, ez az egyik, hogy honnan fogjuk szerezni ezt az öt és fél millió forintot fejenként, hogyha egyenlőséget akarunk a világban, úgy, hogyha az emberek nem fognak dolgozni, hisz alapjövedelmet kapnak, és mindenünk közös lesz, mi, az, ami majd a, jólétet fogja biztosítani, az egy, egy talány számomra, de hogyha valaki követte a műhús, meg ezt a vegán őrület dolgokat követi, a megosztani az autót, a házamat, a mindenemet, különféle műanyag élelmiszerek, a kaptárlakások, ez mind egy olyan jövőt vetít előre, ahol nem olyan nehéz az embernek vizualizálni az életet, hogy kap két millió forintot egy hónapban, aztán csinálja azt, amit mondanak neki. A telex.hu-n megjelent egy másik hír október 5-én, a programokkal felturbozott mesterséges intelligencia is kérdezgetni fogja a pártvezetőket a cseh választási tévévitán. Ez egyébként nem is olyan újdonság, ha jól emlékszem, Kínában, Koreában is volt már hasonló, sőt ott a TV bemondók egy része is virtuális karakter. Segéd moderátorként egy Matilda névre hallgató mesterséges intelligencia is részt vesz a nyolc pártvezetőinek választási vitájában Csehországban. Hogy mi a garancia arra, hogy ez nem egy ember, aki távolról beszél egy, egy mikrofonon keresztül, hát nyilván semmi. Így vagy úgy azonban el kell fogadnunk, hogy ez az a valóság, amit szeretnének az elménkbe eljutatni és beprogramozni, hogy ez lehetséges. Ez a televíziós riporternek segít majd a vita levezénylésében, és azt mondja, hogy köz, könyvek ezrei és több ország Wikipédiája megtalálható benne, óriási mennyiségű emberi tudásról van szó ezt a szoftver alkotója mondta az Alpha Industries igazgatója. virtuális műsorvezető számára elérhetővé tették a pártok, mozgalmak és koalíciók választási programjait, amelyek a digitalizáció jövőjét érintik, valamint az egyes elnökök életrajzait is megkapta. Ezekből alkotott pár kérdést, amelyeket feltesz a vita vendégeinek. Nem is tudom, hogy mit, mondja, mit mondjak erre, hogy egy, egy mesterséges intelligenciával fog vesz, beszélgetni az ember a tévében. Abszurd, de mi is az értelme Nem tud egy ember feltenni egy kérdést. Persze érdekes, én nem vitatom azt, hogy, hogy érdekes, hogy mit is gondolhat ez a világról, ha egyáltalán gondolkodik, hogy ho, mire jut, de attól függetlenül szerintem az irány, amelybe amely felé tartunk, illetve amelyben haladunk, az csak katasztrofális. Akit érdekel, nézzen utána ezeknek, köszönöm a figyelmet, és hogyha támogatni szeretnétek munkánkat, akkor elő is tudtok fizetni hamarosan, illetve már lehet, hogy ez működik is, a, a havi rendszeres tagságra, ahol extra tartalmakat fogtok tudni elérni, illetve reklámmentesen tudjátok majd használni a weboldalt. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek a legjobbakat, szép napot és halleluja!